Ilyenkor ősszel gyakran keresztezik az utakat vadállatok, több balesetet okozva. Hétfő reggel is nem sokon múlt, hogy tragédia történjen Kakasnál. A balesetben nem sérült meg senki, ám ez csak a szerencsém múlt. Ilyenkor ősszel azért van több vad az utakon, mert ilyenkor van a szarvasok párzási időszaka. Ez pedig azzal jár együtt, hogy ezek a nagy termetű állatok nagy távolságokat is megtehetnek, és közben autóutakat is keresztezhetnek. Napnyugta és napkelte között kell a vadak megjelenésére számítani, különösen a mezőgazdasági területek, valamint a fás, bokros területek közelében. A hajnali órákban 5 óra 51 perckor érkezett bejelentés, hogy két személygépkocsi ütközött. Az elsődleges adatok szerint azt lehetett megállapítani, hogy a járművezetők annak érdekében, hogy egy őz elütését elkerüljék, ezért egyikőjük elrántotta a kormányt, és egy kis tehergépkocsi, illetve egy autó ütközött össze. Több tanácsot érdemes megfogadni, például kössük be a biztonsági övet, ne mobiltelefonáljunk, használjuk a távolsági fényszórót, figyeljük az út mindkét oldalát, ha pedig észreveszünk egy vadállatot, érdemes lassítani, dudálni, a kormány pedig nem szabad félrerántani, még ha így el is ütjük az állatot. Ha pedig elütöttünk egy vadat, a 112-es segélyhívó számot érdemes hívni. Minden járművezetőnek felhívjuk a figyelmét arra, hogy az ősz idején, amikor őzek, illetve vadak rendszeresen az úttesten közlekednek, figyeljenek oda, hogy az ütközéseket elkerülhessék. A rendőrség azt mondja, a 65-ös, 6-os és a 61-es számú úton kell sok vad megjelenésére számítani. Torna megyében egyébként évente 1500 baleset történik, ezek közül minden tizedik vadállat miatt következik be.